Szent Lukács evangéliumának 15. fejezetében olvashatjuk, hogy vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóbál a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. És Jézus 3 példabeszédben tanítja az embereket. Beszél az elveszett bárányról, az elveszett drakmáról, és elmondja nekik tanításként a tékozló fiú történetét. Vagyis ezek a történetek a farizeusoknak és az írástudóknak szólnak. Abban a korban ők voltak úgymond a vallási elit. Ők voltak a vallásos emberek, a jó emberek, akik gyakorolják a vallást, ők ezt tudták, és büszkék is voltak rá. Azonban a történetből kiderül, hogy az ő problémájuk, felháborodtak azon, hogy Jézus nyitott a bűnösök iránt, sőt eszik velük, ami azt jelenti, közösségben van velük, közösséget vállal. És ilyen emberekkel nem illet még beszélgetni sem, mert vannak a jó emberek, meg vannak a bűnös emberek, akit majd az Isten előbb-utóbb meg fog verni, és ők így gondolkodtak róla, hogy ők már csak arra valók, hogy az Isten megbüntesse őket, a jó embereket pedig felemelje. Ez volt az alaplelkület, és ezért jegyezték meg Jézusnak, hogy ilyet nem illik csinálni. Ez felháborító, hogy te ilyen emberekkel szóbálsz, akik nyilvános bűnösök, és a jó emberek lenézik őket. És Jézus tanít. Egy embernek 2 fia volt, és elmeséli a tékozló fiú történetét. De szeretnék megérkezni a történet végéhez, ahol ugyancsak előjönnek a farizeusok és az írástudók, hiszen ők a mezőről hazajövő testvér. Amikor a testvér hazatér, kérdezi, hogy mi történik itt, mi ez a zenés mulatság. És a szolgák mondják, hogy megjött a testvéred. És apád ünnepel, most nálunk nagy ünnepség van, még a hizdal borjút is levágatták, azért, mert az apád ennyire örül a testvérednek. A fiú pedig, az idősebb fiú megharagudott. Azért ő az idősebb fiú, mert a választott népet Isten előbb hívta meg az üdvösségre, de azért, hogy majd rajtuk keresztül minden ember meghívást nyerjen. Ők az idősebbek, de a másik a testvére. Ők előbb megkapták azt a kegyelmet, hogy az Istent megismerhetik, de nem az volt a dolguk, hogy lenézzék a pogányokat, hanem hogy segítsék őket a megtérés útján. De az idősebb fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az édesapja kijött hozzá. És egy történetben egy nagyon fontos jelenet, meg egy mozzanat, és az atyának mutatja az irgalmas szeretetét. Tulajdonképpen ugyanaz történik, ami miatt felháborodtak. Most az idősebbik fiú nem érdemelné meg, hogy szóbáljanak vele, most azt érdemelné meg, hogy fiam, te ilyen szívtelen vagy. Így viszonyulsz a testvéredhez, nem fogtad fel a lényeget? Aki nem fogja fel a lényeget, az büntetést érdemel. Belecsírtátok a saját maguk csapdájába. De az atya szeretete kimegy hozzá, és gyengét hangon beszél vele, és próbálja elmagyarázni, és hívja őt is. A fiú arról panaszkodik, hogy én itt vagyok mindig veled, én mindent megteszek, dolgozok, én hűséges voltam, nekem nincs bűnöm. Én hűséges vagyok hozzád. Viszont az atyának a szemére veti, hogy habár én jó voltam, te még egy gödölyét, még egy kis állatkát sem adtál azért, hogy levágjam, és a barátaimmal együtt megegyük. És a mennyei atya pedig azt mondja neki, hogy fiam, mindenem a tiéd. A fiú pedig úgy éli meg, hogy atyám, én nem kaptam semmit. Még egy gödölyét sem adtál nekem. Az atya hangja, fiam, mindenem a tiéd. Ez a mindenemet szeretném aláhúzni, mindenem a tiéd. Amit teremtettem, amin van, a szeretetem, az egész életem rólad szól, érted van. Ezt jelenti maga az Isten szó is. A létigéből fakad, azt jelenti az Isten, aki velünk van, aki értünk van, aki értünk él, szeret, vezet minket, és mindent megtesz értünk. És ebből látható, hogy mi is az igazi probléma ebben a történetben. A farizeusok és a vámosok, habár jó vallásos emberek voltak, de pontosan a lényegről maradtak le,
És tulajdonképpen az lesz az eredménye, hogy ők jók, de a mennyiatyával azért vannak bajok. Az ő irítségével, meg ahogyan ő adja az ajándékait, és hogy hát kicsit szégyellje magát, hogy ennyi munka után, amit én ők megtesznek, azért lehetne nagyobb vonalú. Nem kérnek ők mindent, de legalább egy kecskét. És milyen megdöbbentő ez az ellentét. Nem adsz semmit nekünk, pedig én mindent megteszek, az atya pedig, hogy mindenem a tiéd. És itt az a feszültség, ami a történet szól, hogy most az atya mindent megad, vagy nem ad semmit. És sok ember ezt nem érti fel, ezt nem fogja fel, hogy az atyának a szeretete végtelen. Vagy az Efezusi Levél 3. fejezet 19. versében a minden emberi értelmet felülmúló szeretet. Vagyis annyira szeret, hogy már szinte fel sem fogjuk. De persze, és azért is imádkoztam az elején, az előadás elején, hogy megadja a kegyelmet, hogy nagyon sokat felfogjunk belőle, és mint egy kincses bányából tudjunk meríteni. Ez a történetnek tulajdonképpen a gerince, a fő mondani valója. De ott van a másik testvér, aki úgy tűnik, hogy a főszereplő. Hiszen sokszor így nevezzük, hogy a tékozló fiú története. A fiúnál ugyanaz a probléma, az atyai házban él, de nem örül annak, ami ott történik. Az atyából nem fog fel semmit, ezért gondol egyet, majd én a saját elképzelésem szerint boldoggá teszem saját magamat. Mintha mi atyánkot így imádkozná, legyen meg az én akaratom, és főleg itt a földön. És kikéri a jussát, elindul, és a maga elgondolása szerint próbál boldog lenni. Azonban pontosan az ellenkezője történik, ahelyett, hogy kiteljesedne, boldog lenne, valamit elérne, azt veszi észre, hogy minden csúszik ki a kezéből. De ez még csak a kisebbik baj, hogy az összes vagyonát eltégozolta és rossz helyre költötte. Vannak súlyosabb következményei is. Menet közben döbbent rá arra, hogy az egész életét, az egész személyét megalázta. Akkor döbbent rá, hogy már a moslékos vödör szélénél van, ami azt jelenti ebben a képben, hogy a zsidóság nem ehetette a sertésnek a húsából, és ő még a moslékból sem ehetett. Vagyis a teljes megalázottság, ennél lejjebb már nincsen. Ez jelent bűnösséget és egy nagyon mély szégyenérzetet. Vagyis, hogy rossz ember vagyok, bukott ember vagyok, és sokszor az emberek ebben a helyzetben azt élik meg, hogy innen már nincs tovább. Engem már nem lehet szeretni, már magamnak sem tudnék megbocsátani. És ezért, ha mint szimbolikusan nézzük a moslékos vedret, ami kör alakú, ebből a kör alakból többfelé lehet elindulni. Lehet például egy olyan út, amikor valaki tönkreteszi a saját életét. Akár úgy, hogy tönkre megy, szenvedélybeteg lesz, elindul valamilyen rossz folyamat, és egyszerűen leépül. Lelkileg, pszichésen, fizikailag, minden síkon. Lehet olyan is, hogy valaki reményvesztett lesz. És tulajdonképpen él a földön, de már nincs reménye. Azt mondja, az élet ilyen, csalódtam mindenkiben, az Istenben sem lehet megbízni, a bizalmatlanság minden bűnnek az alapja. Egy olyan veszélyes, bűnös állapot, ahol lehet, hogy valaki már nem követel úgy nagy bűnöket, nem öl embert, meg nem lop valami nagy dolgokat, de az Istentől elszakadt, és reményvesztettségben él, már nem bízik az Istenben, sőt nem bízik az emberekben sem. Ez az ősbűnnek is minden bűnnek a gyökere. Lehet még olyan útja is ennek, amikor valaki elindul a moslékos vödörtől, hogy megkeseredik, és állandóan panaszkodik. Az egész élete egy nagy panasz lesz. És tulajdonképpen, aki találkozik vele, csak mindig mondja keserűségét, és nem árasztja a bizalmat. Arról nem is beszélve, Lajos atya beszélt arról, hogy a bűnöknek mindig közösségi vonatkozásai vannak. Ezzel megmérgezi a környezetét is. Vagyis több út létezik, ahogyan el lehet indulni a moslékos vedertől. De most, amikor pünkösdre készülünk, hiszünk a Szentléleknek az erejében, aki ott van bennünk és súgja a jót, aki azt mondja, menj haza. És a fiú elgondolkodik, hogy az atyám házában ott nekem megvolt mindenem. A bűn következménye
a fiú evidensnek vette, hogy engem fiúként nem fogadnak be. Legjobb esetben szolgálnak. Egy ilyen bukott embernek, mint nekem, már nem jár az, hogy fiúnak visszafogadjanak. Nem is fogadnám el. De legalább tudok szolgálni, legalább nem halok éhen, és meg tudom magam húzni. Szinte ilyenkor embereknek már eszébe jut az is, hogy vége saját magával. Nincs értelme az életemnek. De hát, ha az atya befogad, valami szolgák közé visszafogad, igaz, hogy tovább élem a megalázottságomat. Mindenki mutogatni fog. Na, itt van ez a fiú. Látod, most mi lett belőle? Egy egyszerű utolsó szolga, de meg is érdemli. Nem tudta megbecsülni a jót. Az ilyen ember ezt érdemli. És amikor hallja ezt a hangot belül ez a fiú, akkor megint visszatérnek a farizeusok és az írástudók, ez az ő hangjuk. Vannak bukott emberek, akik azt érdemlik, hogy... De jól is járnak, az ilyen embert még az Isten is verje meg. Az ilyen ember már nem érdemli meg, hogy az Isten visszafogadja. A fiúban ez az elgondolás, ez a hiedelem élt, de mégis a Szentlélek vezeti őt és hazamegy. Közben gondolkodik azon, hogy mit fogok mondani. Mi lesz a védőbeszédem? Próbálom elmagyarázni, hogy miért tettem ezt, most kérjek bocsánatot, de meg lehet ezt bocsátani. Vagy csak azt kérem, hogy fogadjon be szolgának, büntessen meg, verjen meg, jár nekem, csak adjon enni. Sok mindenen elgondolkodik, azonban a történetből egyértelműen kitűnik, hogy a fiú arra nem is gondolt, hogy őt visszafogadják a teljes méltóságába. És a bűnnek a következménye, amikor valaki már nem bízik az Istennek a szeretetében. Gondoljunk Júdásnak az esetére is, el nem tudta képzelni, hogy innen még van visszaút, hogy őt még meg lehet menteni. A tékozdó fiú hazaindul. És most jön a történetnek a csúcspontja, amit tulajdonképpen középen helyezkedik el a szövegben, az atya messziről nézi. A történet szerint az atya minden nap kiment, és az volt a fő dolga, és ez a lelkülete, hogy várja a fiát haza. És bízott abban, hogy a fiam haza fog térni. És amikor meglátja, akkor az apa elkezd szaladni. Abban a korban idős embernek megalázó volt szaladnia. Megalázta még saját magát is ilyen értelemben, azért, hogy minél hamarabb odaérjen a fiúhoz. A fiú látja, hogy az édesapa szalad. Valószínű arra gondolhatott, és ez nincs benne a Szentírásban, hogy apám már annyira ideges, hogy már ki se bírja, hogy hazaérjek, már előbb itt úrközben meg akar engem verni és megbüntetni. És közben talán még jobban fogalmazza meg, hogy mit is mondjak én az édesapámnak. És amikor odaér az apa, a fiú próbálja megfogalmazni, és a begyakolt szövegek közül mond valamit, mondja a védőbeszédet. Az atya pedig elkezd sírni, könnyes szemmel átöleli, és nem hagyja elmondani a védőbeszédet. És itt megállhatunk ennél a történetnél, és amikor otthon akár este imádkozunk róla, bele tudjuk magunkat képzelni abban, amikor hazatérek, és ott van bennem a bűneim, a szégyen, mindent, amit hordozok, és ott vagyok az atya ölelésében. Sok védőbeszédet tudnék mondani, hogy miért tettem ezt a bűnt, meg ilyen a világ, meg ilyen volt a férjem, feleségem, vannak okjaink, de a mennyi atyát nem érdekli. Az érdekli, hogy hazatértem, és csak egyet szeretne velem, nem kíváncsi az én szövegemre ilyen szempontból, csak az, hogy ölelhessen, és az ölelése által gyógyíthasson. És a fiú nem tesz jóvá semmit. Igazából úgy, ahogy hazamegy, testileg, lelkileg, szó szerint lepusztulva, oda megy az atyához, és engedi, hogy az atya ölelje, és hogy ebben a szeretetben gyógyul meg, ebben az ölelésben. Utána az atya szól, és hozzák a ruhát, a gyűrűt, a sarut, ami azt jelenti megint az akkori kor szokásai szerint, hogy a fiúnak visszaadja a teljes méltóságot. Meg se hallgatja azt, hogy ő szolgának visszafogadja. Fiúnak fogadja vissza. És ez a teljes méltóság visszaállítása. Nekem nagyon tetszik a történetben, és nagyon sokat mond, hogy zenés mulatságot szerveznek.
Ha egy családban van egy bukott ember, akiről akár az egész közösség vagy a falu tudja, hogy tudjuk, hogy ez a fiú vagy milyen élete volt, akár ivott kábítószeres, ki tudja hány nője vagy férfiakkal, vagy milyen bűnei voltak, amikor egy ilyen ember hazatér, akkor sokszor a családban hírzárlat van. Fiam, takarodjál a szoba legbelsőbb részére, mi még a boltba se ebbe a faluba megyünk, mert az családunkon ott a szégyen, ott a felirat. Az egész családot lejárattad, szégyelünk téged, és mi bukott emberek vagyunk, és lehajtott fővel járunk a faluba. De nem így a mennyei atya. Azt mondja, a fiam halott volt, de a halálból van feltámadás az ölelés, vagyis a megbocsátás által, ezért tudja meg az egész világ, mint a nóta is mondja, az, hogy a fiam halott volt, de él, és mi élőt ünneplünk. És hogy az emberek mit szólnak, és megint előjön a következő kép, a farizeusok és a vámosok. Még ezek ünnepelnek. Hát nem szégyelik magukat. Hát ez a gyerek vagy ez a lány ennyi mindent csinált. Hát a minimum, hogy meghúznák magukat, még ők vágnak le akár még egy csirkét is, ilyen gyereknek. Még ők próbálnak zenélni. A mennyei atya pedig a fiam meghalt, halott volt, de él. A fiam feltámadott, és mi egy feltámadott embert ünneplünk. És az Istenben van feltámadás. És a tégazdó fiú története pontosan ezt fogalmazza meg, nincs olyan bűn, nincs olyan tönkrement emberi élet, nincs olyan mélypont, ahonnan ne lenne hazatérés, és az atya mindenkit át akar ölelni, és az ölelő szeretetével akar gyógyítani. És amikor átöleli, utána pedig a mennyei atya mulatságot akar, hálaadást, ünnepet, mindenki tudja meg nyilvánosan kihirdetni, hogy az ember tényleg bűnös volt, de emberek meghalt, és az Istenben van élete. És tudja meg mindenki, aki ettől szenved. Lehet, hogy nem ilyen nyilvános bűnös, vagy nincsenek olyan nyilvános bűnei, de lehet, hogy belül vannak mély bűnei, akár az Istentől a súlyos bűnei miatt elszakadt. És hogy tudja meg mindenki, hogy mindenki jöjjön haza. A mennyei atya mindenkit hazavár. A zenés táncos mulatságot megrendezik, ünnepelnek, és akkor jön haza a fiú, a mennyei atya hozzá is kemegy, hiszen ő mindenkinek az atya. Azért, hogy a testvéreket is összehozza. A idősebbik fiú le is akarja tagadni az ő testvérét. Ez a te fiad. Nekem semmi közöm hozzá az ilyen emberekhez. És a mennyei atya, hogy ő a te testvéred, és hogy egy atyátok van, az pedig én vagyok, és mind a kettőtöket szeretlek, és mindenkit hazavárok, és szeretnélek együtt átölelni benneteket. Amikor ezt a történetet hallgatjuk, akkor különböző szerepekbe képzelhetjük el magunkat. Lehetünk a tékozló fiú testvére, aki lenéz és megveti a bűnösöket. Milyen emberek vannak? Még ez is itt van a templomban, nem szégyeli magát? Hát tudjuk, milyen élete volt. Sokszor ilyen gondolatok jöhetnek bennünk. Lehetünk a tékozló fiú testvére, aki lenéz, megvet embereket, sőt lemond emberekről. Ebből már nem lesz semmi, ezért még imádkozni is kár. Az ilyen ember minek is született meg? Különböző gondolatok, vagy akár hangosan megfogalmazott mondatok is elhangozhatnak, hogy milyen emberek vannak. Ha valaki így gondolkodik, a tékozló fiú testvéreként él, és úgy éli meg a kereszténységét, hogy én a saját erőmből megteszek mindent az Istenért, igaz, hogy nem valami nagy lelkű az Isten, de jó vagyok, de legalább annyi örömöm legyen, ha már én ennyit szenvedtem a kereszténységemért, legalább a bűnösöket verje már meg az Isten. Talán megdöbbentő vagy sarkított az, amit mondok, de többször így papként, lelki gyakorlatokon, többször szembesültem azzal, amikor emberek, amikor arról beszéltem, hogy valaki például bűnös élete után a kórházi ágyon megtér, azt mondják, ő ott már ne térjen meg. Ott már ne legyen visszaút, az ilyen embert verje meg az Isten. Úgy nehéz volt számomra is elhinni, hogy még egyszer, keresztény emberekről volt szó, hogy is gondoltad ezt? A tékozló fiú testvére. Lehetnek emberek,
akik azt gondolják, hogy olyan mély bennem a szégyen és a bűn, hogy engem már az Isten nem tud visszafogadni. Ezt már magamnak sem tudom megbocsátani. El sem tudja képzelni, hogy ebből van kiút. Ezeket az embereket is hívja a mennyei atya, akár még így a gyóntató székekbe is, és át akarja őket ölelni. Egyrészt megbocsátja a bűnöket, de sokszor a bűnökkel együtt jár a szégyen. És a szégyen sokkal nehezebb levetni, mint a bűnt. A bűnből van megbocsátás, a szégyen meg olyan, mint egy bőrbetegség, nem tudjuk levetni, hogy ránk tapadt. Az, hogy én bukott ember vagyok, hogy én rossz ember vagyok, hogy miket elkövettem, nehéz levetni magunkról. De a mennyi atya ölelésében pontosan ez változik meg. Elveszi a szégyenünket. Ha az atya engem átölel, és már pedig átölel mindannyiunkat, akkor ez a benső mély szégyen meggyógyul bennünk, és ezek a mély lelki sebek, amikor a bűnök okoztak, azok is meggyógyulnak. És megélem a fiúi méltóságomat. Vagyis meg kell vizsgálnunk, hogy nem-e a testvér vagyok. Meg kell vizsgálnom, nem-e haza kellene térnem, mert a mennyi atya hazavár. És talán furcsán hangzik a harmadik, de lehetünk a mennyei atyának a képviselő is. Olyan értelemben, hogy mi vagyunk azok, akik hazavárják a tékozó fiút vagy lányt. Hallottam sokszor ezt is, amikor azt mondja egy szülő, nem vagy a fiam, nem vagy a lányom, mert ezt és ezt tetted, vagy ehhez mentél férjül, feleségül, kitagadlak téged. És aki szülők ettől szenvednek, hogy valakit kitagadtak, akkor most lehetnek a mennyei atyának a képviselői, az ő szeretetét képviselik, fiam, telefonálok neki, gyere haza. Lányom, gyere haza, megbocsátok neked. Amikor haza tudok hívni rokonokat, szomszédokat, valakit, gyere át, bocsássunk meg egymásnak. Akkor tulajdonképpen az atyának a szeretetét képviselem. És persze mindig az atya bocsát meg, de azt akar, hogy én is megbocsássam. Nekem van telefonom, én tudok felhívni valakit. Én tudok meglátogatni valakit. Én tudok kiengesztelődni. És persze közben az Isten megbocsát nekünk, és mint két tékozló fiút átölel bennünket. Kedves zarándokok, kedves testvérek, az evangéliumnak szinte a szívének mondható ez a történet, a tékozló fiú története. Sok mindent megmozdíthat bennünk, de legfőképpen ez a mennyei atyának a minden emberi értelmet fölülmúló szeretetéről szól, amit nagyon nehéz elhinni, mert sokszor nincs emberi tapasztalatunk, hogy valaki a világon így szeret bennünket. Ezért sokszor úgy indulunk el, mint a tékozló fiú. Hazamegyek, majd lesz valami. De az biztos, hogy az atyához megyek. És amikor átölelem, engedem, hogy az Isten tegyen velem olyat, amit emberileg el sem tudom képzelni. Sokszor ezt nehéz megtenni. Vagy talán megtapasztaltuk már azt is, hogy amikor szégyellem magam, és valaki átölelmet szeret, rosszul érzem magam. Legszívesebben kiszakítanám magamot a karjaiból, és azt mondanám, hagyjál engem békén, nem veszed észre, hogy milyen vagyok, nem érdemlem meg. Sokszor kellemetlen legalábbis először ebben az ölelésben lenni. De hagyjuk magunkat átölelni, hagyjuk, hogy az Atya így szeressen bennünket, és amikor ezt megtapasztaltuk, mi is hívjunk haza mindenkit, mi is öleljük át az embereket, vigyük az Istenhez, engeszteljünk, imádkozzunk elesett emberekért, mert nincs elveszett ember. Az Atya kinnál, mindenkit vár, és mi segítsünk neki hazavezetni embereket, vagy személyesen mi is menjünk haza. Amen.